A tehetség egyenletesen oszlik el a világban, a lehetőségek azonban nem. Ezzel a mottóval működteti ingyenes képzési programját Miskolcon is a Matthias Corvinus Kollégium. Az intézmény az általános iskolától az egyetemi kínál képzéseket, a hagyományos oktatást kiegészítve. A központ a Miskolci Egyetemmel kötött megállapodást, a tehetségek felkarolásának érdekében közös kurzusokat indítanak és szakmai rendezvényeket is szerveznek a jövőben. Természettudományos kísérlet a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci központjában, ahol a tehetséggondozás a hagyományos oktatást kiegészítve valósul meg. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy elinduljon egy vállalkozás? Júniusban az intézmény ingyenes képzéseit nyílt napon népszerűsítették, ahová nem csak az általános iskolásokat és szüleiket várták, hanem a középiskolásokat és az egyetemistákat is. Szeptembertől ugyanis új képzések indulnak. A Matthias Corvinus Kollégium ennek érdekében kötött megállapodást csütörtökön a Miskolci Egyetemmel. Nekünk nagyon fontos az, hogy a helyi szereplőkkel folyamatos aktív párbeszédünk és együttműködésünk legyen, hogy értsük, hogy hol van az, ahol mi hozzá tudunk tenni. Tehát mi nem kihelyettesíteni szeretnénk képzéseket, és nem azt szeretnénk, hogy átvegyük másoknak a feladatait és szerepkörét, hanem pontosan együtt dolgozzunk a kiemelten tehetséges fiataloknak a jobbá válásában. Ezért a célért működik együtt az intézmény a Miskolci Egyetemmel, amelynek a rektor szerint a felzárkóztatásban és a tehetségek felkarolásában egyaránt szerepe van. A különleges tehetségeknek az itt tartása nekünk, ha lehet mondani, még nehezebb, mint egy dunántúli vagy egy fővárosi intézmény számára, és én nagyon örülök, hogy ebben a Matthias Corvinus Kollégiumban partnert lelünk, hiszen azok a fiatalok, akik ösztöndíjasként az MCC falai között tudnak tanulni, kapnak plusz képzést az egyetemen, illetve a középiskolai kurzusokon túl, akkor ők azt gondolom, hogy egyel több vagy nagyobb lépést tettek az értelmiségivé válásnak az útján. A megállapodás értelmében a két intézmény közös kurzusokat indít, szakmai rendezvényeket szervez, valamint a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű csoportok és a határon túlról érkező magyar diákok támogatása területén is együtt dolgozik majd a jövőben.